Ünnepi közgyűlés. Átadták az elismeréseket a városnapján. Szent Korona ballon. Sormásig repült az egyedi léggömb. Érettségi 2022. Könnyebb és életszerűbb volt a mai feladatsor, mint a tavalyi, a PLG pedagógusa szerint. Jó estét kívánok, Kozma Viktória vagyok. Ezek a Nizsa TV híradója május 2-án, hétfőn. Lássuk a részleteket. Zádori Mária énekművész és Kovács Antal, a vízműnyugalmazott igazgatója kapott díszpolgári címet az ünnepi közgyűlésen. Bár a városnapjához kötődő szabadtéri programok elmaradtak, az elismerések átadását pénteken megtartotta a városvezetés. Nagykanizsa és egyik testvérvárosa, Magyar-Kanizsa között 15 éve áll fenn az együttműködés, így a jubileumot a pénteki rendezvényen is megünnepelték, Fejszámer Róbert polgármester és delegációja részvételével. Ami miatt itt elsősorban összegyűltünk, az a küldetés, hogy középpontba állítsuk történetünket, nagyjainkat és értékeinket, így fogalmazott köszöntőjében Balogh László polgármester. Melyek közös megerősítése képes csak a világot kiteljesíteni a relatív egyéni emberi akarattól elrugaszkodva. Ez az ünnep, ennek a nemes célnak ad formát, a kitüntetettek személyében pedig tartalmat. Azokat a hagyományos értékeket szeretnénk felmutatni mérceként, amelyek képviselik mindazt, amit városunkban fenségesnek és erényesnek tartunk. A Nagykanizsa megyei jogú város díszpolgára címet idén két személy érdemelte ki. Zádori Mária énekművész, a kimagasló színvonalú művészete elismeréseként kapta meg a kitüntetést. Zádori Mária egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen, köszönő szavait férje tolmácsolta. A közgyűlés Kovács Antalnak adományozta még a díszpolgári címet. A nyugalmazott vezérigazgató, Nagykanizsa és a Dél-Zalai Vízmű ZRT életében betöltött, több évtizedes szakmai munkássága elismeréseként kapta meg a díjat. Aktív munkásságom itt telt el, és ezen belül 1968. szeptember 1-től 2007. december 31-ig a vízműnél dolgozva tenni a városért és a környékért. Ez valami elképesztően fölemelő, most visszagondolni mindenre. És az, hogy ezt így ilyen kitüntetéssel ismeri a város, ismeri el a város, erre nincsenek szavak. A közgyűlés további címekkel honorálta azok munkáját idén is, akik a saját szakterületükön több évtizeden keresztül kimagaslóan teljesítettek. Horváth István versmondónak, a tehetségek kibontakoztatásának elősegítéséért, Nagykanizsához való kötődésének elismeréséért a Nagykanizsa megyei jogú város címét adományozta. 45 éve dolgozom ennek a városnak a kultúrájáért, teljes odaadással. 200-250 gyereket tanítottam versmondásra, és nem akármilyen szinten, 5 Radnóti díjas versmondóm van, meg ilyen díjas, meg olyan díjas, meg millió győzelem, helyezés és egyáltalán, és éppen ezért nagyon jól esik, hogy végre valakinek eszébe jutottam. A közgyűlés Teleki Lászlónak a kiemelkedő helyi és országos közéleti tevékenységéért, a többi évtizedes népismereti, kulturális területen folytatott áldozatos munkájának elismeréseként a Nagykanizsa városért címet adományozta. Én tovább szeretném folytatni azt, amit tettem a díj ellenére is. Én azt gondolom, hogy ha egy ilyen díjat kap valaki, akkor csak ösztökélő arra, hogy még többet tegyen, úgyhogy Nagykanizsa városa továbbra is számíthat rám. A díjakat és elismeréseket a város közgyűlésének tagjai közösen ítélték oda. Számunkra nagy öröm, hogy olyan közegnek lehetünk, olyan társaságnak lehetünk a tagjai, ahol ilyen kiváló embereket, mint akiket ma kitüntettek, ővelük egyelőtt ünnepelhetjük a városnapját. Azt gondolom, a közgyűlés bölcs döntést hozott, kitüntetése alkalmas személyeket választott. A kitüntetettek teljes listája elérhető a kanizsaújság.hu-n. 87 mezős gimnazista ballagott el szombat délelőtt. A 2018-ban érkezett gólyák most végzős diákokként meghatódva búcsúztak szeretett tanáraiktól és az iskolától.
A mezőgimnáziumban is nagy örömmel fogadták a tanulók és a tanárok egyaránt, hogy idén a pandémia már nem akadályozta a diákévek egyik legfontosabb eseményének megrendezését. Mindig felemelő pillanat, hogyha a gimnázium végzős diákjaitól búcsúzik. Az idei évben a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban 87 darab korábban 2018-ban gólyaként belépő diák fog elbúcsúzni iskolánktól. Érzelmeket kiváltó pillanat ez, hiszen nagyon hosszú ideig nem volt lehetőségünk arra, hogy igazán elbúcsúzzunk ezektől a diákoktól. A feldíszített intézményben a három ballagó osztály zászlós felvezetéssel indult a búcsú ünnepségre. A diákok az iskola udvarán beszédekkel és versekkel emlékeztek meg a tanulmányaik idején szerzett élményekről. Már hagyományként az iskola zászlót a 12. évfolyam megbízottja a 11-es korosztály vezetőjének adta át. Szabó Magda, Janusz Pannonius és Juhász Gyula művével is találkoztattak a diákok a mai középszintű magyar nyelv és irodalom érettségén. Tislérné Tóth Zsuzsanna, a Batthyány Lajos gimnázium magyar tanára szerint az elmúlt évekhez képest könnyebb és életszerűbb feladatokat kaptak a tanulók. A végzősöknek 4 órán belül kellett kitölteniük a vizsgalapokat. Reggel 9 órai kezdéssel 5 osztály és 143 diák érettségizett a Batthyány gimnáziumban. Az előző 2 évben a koronavírus járványhoz igazították a vizsgázás szabályait, de idén már a megszokott menetrend szerint zajlott a számonkérés. Az iskolásoknak az első vizsgarészben egy 1999-es szótár előszavát kellett értelmezniük. Az intézmény hagyománya alapján a szövegalkotás során született legjobb fogalmazások az évkönyvbe is bekerülnek. Szabó Magdának az Ezüst golyó című novellája. Merném azt mondani, hogy ma délután mindenki olvassa ezt a novellát. Ez egy annyira kedves, szép kis novella. Abban már nem lennék biztos, hogy a hozzá kapcsolódó feladatkijelölés és mindenki számára teljesen egyértelmű. Én szerintem a másik egy picikét azért könnyebb volt az összehasonlító elemzés. Ott Janusz Pannoniusnak a búcsú várattól, illetve Juhász Gyula Várasz című versét kellett összehasonlítani. Ha valaki odafigyelt azokon az órákon, amikor összehasonlítás volt, akkor ezt szerintem gyönyörűen meg tudta oldani. A kanizsai gimnazisták pozitívan nyilatkoztak a feladatsorról. A többség a novella elemzést választotta. Szerintem minden diák számára nagyobb teher inkább pszichésen ez az érettségi. Természetesen lexikálisan is próbára tesz, de szerencsére szerintem az idei az nem volt annyira nehéz, mint amire számítottam. Igaz, az este kicsit érdekesen aludtam, nem tudtam rendesen kipihenni magamat. De szerintem egész jóra számítok. Az érettségizők kedden matematikából adnak számot a tudásukról. Folytatódott a Hadak útján történelmi előadássorozat a Halis István Városi Könyvtárban. A program során Maruss Zsolland, alezredes és hadtörténész a Magyar Arany Vitézségi Érem történetéről és kitüntetjeiről tartott előadást, kiemelve Vitéz Szabadi Bélát, Nagykanizsa egy méltatlanul elfeledett hősét. 3 héten belül másodszor várta a történelem iránt érdeklődőket a Hadak útján sorozat. Az Arany Vitézségi Érmet 1789 és 1918, valamint 1939 és 1945 között adományozták a csatákban igazolt hősies tettet produkáló katonáknak. A szervezők már 2019-ben elkezdték előkészíteni a több állomásos programot, ám végül csak idén indulhattak el az előadások. A pandémia az átírta a dolgokat, de nagyon nagy szerencsénk volt az ő esetében is, ugyanúgy, mint legutóbb Szent Györgyi úr esetében is, hogy a zárások és a járvány okozta kellemetlenség ellenére is mindkét előadó továbbra is tudta vállalni a későbbi dátum megrendezésekor az előadást. A Magyar Arany Vitézségi Érmet alig 40 katona kapta meg a II. Világháború alatt. A kitüntetés 4. a nagykanizsai születésű Szabadi Béla érdemelte ki, aki 1939-ben Kárpátalja visszavételénél esett el, és a leírások szerint egy magaslatos traumánál tanúsított önfeláldozó magatartást. Az előadó Maruss Zsolland úgy véli, Szabadi Béla és a kitüntetett magyar katonák példaképül szolgálhatnak az utókor számára. Nagyon fontos ezeknek a katonáknak az emlékének az ápolása, hiszen hazaszeretetből olyan példát mutatnak, ami kimagasló, hiszen ez a kitüntetés a Magyar Arany Vitézségéren volt a legmagasabb a legénységi állományú katonák között a II. Világháborúban.
ezt ingyen nem adták, úgymond, tehát olyan kiemelkedő fegyvertényt kellett végrehajtani, haditettet, úgymond, ami mondhatjuk, hogy párját ritkítja. Tehát a hazaszeretetből, a katonai regulából ad példát a mai fiatalságnak. Maros Rolanddal ezredes több könyvet is írt a témában, amelyet az érdeklődők az előadást követően megvásárolhattak. A Hadakutyán programsorozat a tervek szerint ősszel folytatódik. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Szent Korona ballon. Sormásig repült az egyedi léggömb. Május 1-e. Szalában még mindig sokan állítanak májusfát. A csóton a majál is sem maradt el. Sokan voltak kíváncsiak a Szent Korona ballonra szombaton az Erzsébet téren. Mede Ferenc, a speciális léggömb megálmodója, régóta járja az országot. Nagykanizsára azonban most látogatott el először a látványos attrakcióval. A Szent Korona ballonnal Mede Ferenc a Felvidéktől Erdélyig, a délvidéken át az anyaországig bejárta már a Kárpát-medencét. A Szent Koronát ábrázoló különlegesség komoly tervezési és kutatói munka után született meg 2016-ban. Ilyen elvakult ötletek, hogy hát ha én már 20 éve a ballonozás körében mozgok, akkor megvalósítható-e a Szent Korona láttatása egy hőlégballonon. És akkor az ember meglátogatja hozzáértő művészet, történészeket, festőket, dekoratőröket, grafikusokat, végigbeszéli ezt velük, elkészül egy látványterv, azon módosítunk, ide-oda rohangálunk a művészet, történészek meg a gyártók között, és akkor eljutunk egy olyan pontig, amikor azt mondjuk, hogy na, ez méltó lesz, ez nem gagyi lesz. Ez egy méltó látvány lesz. Orváth Ferenc az esemény létrehozásában helyismereti, időjárási és szakmai tanácsokkal segített barátjának Mede Ferencnek. A képzett pilóta a különleges szerkezet működési elvébe is beavatta stábunkat. Ezek a ballonok, ugye ezek a modern ballonok már, poliamid, poliészter, nagyon erős anyagból készültek, és propánbutánnal fűtjük az égőket, szélmotorral felfújjuk, a bent lévő levegőt felmelegítjük az égővel, és amikor ez már felemelkedik a kupola, akkor 33 dekát képes felemelni köbméterenként. Most, amelyik balont itt látjuk, ez 2400 köbméteres, ez éppen a Szent Korona balonja, a Feri barátomnak a balonja, és ugye több ember tud vele repülni. A Szent Korona ballon egy órán keresztül függeszkedett az Erzsébet téren, majd az égbe emelkedve Sormásig repült. Magyarszerdahelyen idén sem maradt el a májusfaállítás. A több száz éves tradíciót még mindig sok településen ápolják. Az eseményt korábban egy udvarló legény vezetésével tartották. A hagyomány szerint a májusfát április utolsó napján vagy május elsője hajnalban kell felállítani a férfiaknak a kiválasztott hölgyek kertjében. Az állítók leggyakrabban nyárfát használnak, amelyet különböző szalagokkal díszítenek. A népszakás leginkább Nyugat-Magyarországon terjedt el, ám Gyanó Szilviától, a múzeum munkatársától megtudtuk, hogy az ország más területein is előfordult a májusfaállítás. Más tájakon is előfordul májusfaállítás, de ott nem olyan, mint itt Zalában, vagy Somogyban, vagy Vas megyében, vagy a Balaton nyugati medencéjében, mert ahogyan egyre keletebbre megyünk, egyre kisebbek ezek a májusfák, és ilyen kis göcsörtös kis fiatal fák. Na most ilyen Zala megyében nem lehetett, az szégyen lett volna. A legmagasabb fát kellett szinte elhozni az erdőből, és azt felállították, leásták. Magyarszerdáján egymást követő második alkalommal állítottak májusfát a falu főterén. Az idei alkalom némileg nehezebbre sikerült a tavainál, mivel a fát csak másodszorra sikerült felhúzni a helyi férfiaknak. A településen korábban is hagyománynak számított, hogy a legények így kedveskedtek a lányoknak. A legelső emlékem az, amikor édesanyámnak lett májusfa állítva, talán édesapám által, bár akkor már asszony volt, és az nem szokás. Amikor én állítottam először májusfát, az ilyen 16-17 éves koromban volt az akkori haverjaimmal. A hagyomány szerint a májusfa kitáncolására, vagyis a fa kivételére a földből egy hónappal az állítást követően kerülhet sor.
Légvárak, popcorn, vattacukor és modellező játékok várták a csótóra látogatókat szombaton. A rendezvényt az időjárás sem befolyásolta, de a városban tartott ballagások és a környéken meghirdetett események után is sokan érdeklődtek, így forgatásunkig a vártnál kevesebben vettek részt a minimajálison. A nagykanizsai modellező közösség egy ingyenes játék lehetőséggel készült a programra. Mászó, robbanó és elektromos autókkal, valamint repülőkkel is játszhattak a felnőttek és a gyerekek az egyesület sátránál. A nagykanizsai modellező közösség tagja, és úgy kerültünk ide, hogy egy nagyon jó barátunk hívott bennünket, hogy vegyünk részt ezen a civil kezdeményezésen, hogy végre a város kapjon valamit. Modellesek vagyunk, modellautóink vannak, hajóink, repülőink. Ezt szeretjük csinálni. Ugyan felnőttek vagyunk, de a gyermek énünket így mutatjuk ki. A gyerekek örültek az esemény nyújtotta lehetőségeknek. Csúszdáztak és ugráltak a játszóházban. Anyával és apával érkeztem. Hát kivel játszottam, a tesómmal. És itt nagyon jól érzem magam. Vidám itt a környezet is, meg minden jó dolgot ki lehet itt próbálni is. A rendezvényen különböző finomságokat is vásárolhattak az érdeklődők. Marton László feleségével helyben készítette a friss kenyérlángosokat. Mi arra vagyunk berendezkedve, hogy nagy tömeget lássunk el. Tehát 64 kenyérlángos sütünk meg egyszerre a kemencével, két tepsivel, vagy 100 darab pogácsát egy időben sütünk, és itt nincs olyan nagy forgalom. De remélem majd a ballagásoknak vége lesz, és délután azért sokkal többen jönnek meglátogatni bennünket. A gyerekek körében a legnépszerűbb játéknak az ugrálóvár számított. A Kanizsa Big Band adott koncertet a jazz nemzetközi ünnepének alkalmából a Megyeszai Házban. A műfaj kedvelői számára már hagyomány, hogy a Vámos Béla vezette zenekar ingyenes koncertjével tölthetnek egy estet, a jeles alkalom apropóján. Április 30-án az egész világon ünneplik a híres zenei műfajt. A Kanizsa Big Band csapata az idei eseményre egy órás koncerttel készült az érdeklődőknek. Igazából egy hónappal ezelőtt volt egy koncertünk, és abból az anyagból játszunk, nem a teljes koncertanyagot, kevesebbet, mert körülbelül egy órás lesz ez a koncert. Ugye az apropója pedig a nemzetközi jazz ünnepe, amit világszerte mindig április 30-án ünnepelnek 2011 óta ingyenes jazzkoncertekkel, ezzel hívják fel a figyelmet a jazz összekötő erejé. A koncert vendégelőadója Tóth Viktor altszaxofonos zenész volt, aki harmadik alkalommal csatlakozott a Big Bandhez. A művész nemzetközileg is elismert zenészekkel dolgozik együtt folyamatosan, és járja az egész világot zenekarával. Nagyon szerencsés vagyok, mert ezzel a fémdarabbal, amit szaxofonnak hívnak. Most már 30 éve foglalkozom. 8 lemezt készítettem el, és nagyon sok nemzetközi produkcióban veszek részt, ahol tényleg igazi jazzmesterekkel játszhatom. Ugye a jazzben ez egy nagyon fontos, hogy ezt nem egy iskolában lehet megtanulni, nem egy könyvből vagy egy felvételről, hanem ez egy folyamatos változás eredménye. A Kanizsa Big Band következő koncertjeiről a zenekar honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Megkímélt használati tárgyak, konyhai felszerelések, dísztárgyak cseréltek gazdát a Honvéd kaszinóban. Az intézmény hölgyklubja már nem első alkalommal tartott zsívvásárt. Az érdeklődők így módon akár igazi ritkaságokra is lehettek. Nagy volt a választék a hölgyklub idei zsívvásárában. Mint ahogy a csapatvezetője Büki Pálné fogalmazott, a klub tagjainak zöme 70 év körüli, ami azt jelenti, nagyon régi a háztartásuk, az évek során pedig rengeteg holmi felgyülem lett. A mi generációnk az nem olyan eldobós, kidobós fajta, mert minket úgy neveltek, hogy mindent meg kell tartani. És a háztartásban nagyon felgyülem lett. Sokszor beszéltünk róla, hogy aki családi házban lakik, mint én, annak könnyű ezeket elraktározni, de aki lakik egy lakótelepi lakásban, nem. És akkor beszéltünk arról, hogy ezek a holmik jelentékeny része nagyon jó állapotú. Így született meg a zsibvásár ötlete, amit bár a járványügyi helyzet miatt 2 év kihagyás után, de nagyobb volumenben tudtak újra megrendezni. Rengeteg otthoni dolog van, amitől vagy megszabadulni szeretnének, vagy éppen pénzt szeretnének kapni érte,
és hát nagyon-nagyon jó ötlet, és hasznos dologra tudjuk fordítani, például a kirándulásra szeretnénk ezzel is beszállni. Az idei mini piac nagy sikerrel zárult, így nagyon valószínű, hogy jövőre is lehet majd válogatni a Hölgyklub tagjainak kincseiből. Döntetlent játszott Komáromban az FC Nagykanizsa. A két egyaránt gyenge formában lévő csapat találkozóján a dél-zalaiak szereztek vezetést Lőrinc Bence góljával. A zalaiaknak azonban a második félidő elején sikerült kiegyenlíteniük, ráadásul az utolsó 10 percet emberhátrányban játszotta a Kanizsa. De az eredmény már nem változott, maradt az 1-1. Némi kanizsai mezőnyfölénnyel kezdődött a mérkőzés. Az első 20-25 percben irányítottak a piros-kékek. Ez kisebb helyzetekben mutatkozott meg, leginkább János Norbert volt aktív. A Kaposvárról érkező támadónak két kisebb lehetősége is volt. A játékrész utolsó 15 perce már kiegyenlítetten zajlott. Ha hazaiaknál Tóth Patrik harcolt volna ki büntetőt, a játékvezető sípja azonban néme maradt. Lélektanilag a lehető legjobb periódusban szerezte meg a vezetést az FC Nagykanizsa, hiszen Lőrinc Bence pár másodpercre az első játékrész vége előtt használta ki Köles János hibáját. A második játékrész kanizsai szemszögből ismételten rosszul kezdődött. Dominálni tudott a Komárom, ami az 51. percben érett góllá. Simigla. Tóth lép be, Tóth lő, nagy védés Horváth Mártontól lábbal! Gyönyörű csavarás, Simigla. Hazai gól után nagyobb fordulat számra kapcsoltak a csapatok. A Komáromnak létfontosságú lett volna a győzelem, ami Kovács György kiállítása után még inkább elérhetőnek tűnt. Nem élt azonban ember előnyével a Komárom, így a Kanizsa 10 emberrel is elhozott egy pontot Bozsik Péteréktől. A mérkőzés után Gombos Zsolt feldúltan értékelt, hiszen mint azt kiemelte, játékosai csúsztak, másztak, de jelenleg nem biztosítottak azok a körülmények, amelyekkel ennél jobb eredményeket érhetnének el. Nem tudom hány játékosom dolgozik, és megint ezt kell mondanom, hogy aki munkából jön, utána még rányomom az edzést, még egyszer kihangsúlyozom, ők vállalták, de valószínűleg nem maguktól. Mit várjak el? Nem tudom úgy terhelni, se őket, mivel 11 játékosról van szó, se a csapatot, se, nem tudok olyan edzésmunkát végezni se minőségbe, se fizikálisan, így erre vagyunk képesek. Bozsik Péter szerint döntő volt a rossz pillanatban bekapott gól, de a szakvezető azt is kiemelte, az elhibázott átigazolási időszak is fontos tényezője annak, hogy a minimálisan elvárható céljukért kell harcolniuk a hátralévő fordulókban. Ilyen formában vagyunk, sajnos ez több összetevős részben. Nagyon elrontottuk a tavalyi nyári átigazolási időszakot, nagyon kevés játékossal mentünk bele ebbe a 40 mérkőzésből álló, mert ugye a magyar kupákat is ide veszem, akkor 40 meccset játszottunk Covid-dal terhelt szezonba, és hát egyszerűen nincs versenyhelyzet a csapaton belül, ezzel sajnos van egy-két játékos, aki vissza is él, ahogy ezzel kell. Úgyhogy rengeteg problémánk volt az egész szezonban, nem tudom, hogy sikerül elérnünk a minimál célunkat. Az NB3-ban hétközi fordulót rendeznek, így szerdán ismét pályára lép az FC Nagykanizsa. Béli Milánék ellenfele a MOL-Fehérvár 2 lesz az Olajbányás stadionban. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Ünnepi közgyűlés. Átadták az elismeréseket a város napján. Szent Korona ballon. Sormásig repült az egyedi léggömb. Érettségi 2022. Könnyebb és életszerűbb volt a mai feladatsor, mint a tavalyi a PLG pedagógusa szerint. Ez volt a Kanizsa TV híradója május 2-án, hétfőn. Híreinket megtalálják honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen 19 óra 30-kor következik a Dombvidék Vince Adél magazin műsora. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!